Ukrán menekültek számára szerveznek lovasterápiát Hajdúszoboszlón. A helyi lovasegyesület ezekkel a foglalkozásokkal szeretne segíteni, hogy feldolgozzák az átélt traumákat. Kapcsolunk is a helyszíre Pálfi Andreához, ő kérdezi vendégét a részletekről. Köszöntöm a nézőket, Hajdúszoboszlón vagyunk, hát most nem a fürdőt mutatjuk, hanem egy gyönyörű lovasklubot, ahol zöldelnek a fák és virágoznak, és mögöttem már elkezdődött a lovasterápia. Több mint 640 ukrán menekült él ezekben a napokban is a fürdővárosban, és mindenki azzal segít, amivel tud. Hát mivel tud a porszem segíteni? Kérdezem Kis Klárát, hogy mi is történik most, mit tudunk mutatni? Mi az első pástól kezdve felajánlottuk, hogyha úgy gondolják a városunkban lévő menekültek, hogy szeretnének egy kicsit kikapcsolódni, vagy csak sétálni egyet a szabadba, akkor jöjjenek ki. Ezekből a sétákból az lett, hogy jöttek és simogatták az állatainkat, és aztán összeállt egy csapat, akik úgy gondolták, hogy lovas foglalkozást is tarthatunk. Ezek a foglalkozások, ami most zajlik, ez egy sima lovas óra, viszont ha van rá igény, akkor van egy lovas terapeuta, pszichológus hölgy, aki szintén felajánlotta a segítségét, és kapcsolatunk van a Dekommal is, és ők is nagyon-nagyon támogatják ezt a programot. Ja, azok a gyerekek, akik most mosolyogva ülnek a lovon és felszabadultak, tehát olyan helyről jöttek, ami nagyon traumatizálta őket. Mit jelent a kapcsolat akár a lovakkal, és tegyük hozzá, hogy akik vezetik a lovakat, ugye ők a lovas egyesületek, az ifjú magyar lovasai, tehát ők is segítenek. Tehát mit jelent egy-egy ilyen foglalkozás, egy óra, azon túl, hogy ugye lóra ülhetnek? Eleve van egy kis tolmácsunk, aki nagyon sokat segít. Maximék már régebben átjöttek, ő Kijevben élt, és ő el tudja mondani a magyar porszemes gyerekeknek, mert van külföldi porszemesünk is, hogy honnan jöttek ezek a gyerekek, és milyen nagy bánat érte őket. És ezek a gyerekek innentől kezdve már másképp állnak hozzájuk. Eleve segítőkészek a mieink, de így úgy látom, hogy még inkább szeretnék, ha jó kedvre derítenénk ezeket az apróságokat. És a gyerekek, amikor először jönnek ide hozzánk, akkor olyan kis csendesek, leülnek. Nyilván mindenki szeretne lóra ülni, de nem sok mosolyt láttunk az arcukon. És aztán a hetek, a hónapok elteltével, mert már ugye február végén kezdtük, szinte február utolsó hetében már megkezdtük, de már akkor látszott, hogy itt a lóháton egy kicsit felengednek, ellazulnak, mosolyognak, elkezdenek beszélni, kérdeznek, és amikor leszállnak a lóról, akkor már nem úgy közlekednek itt a parkban, ahogy bejöttek, hanem felugranak a szénabálákra, oda rohannak a nyuszikhoz, tehát így kinyílnak, és szerintem egy kicsit el tudják felejteni azt, hogy honnan jöttek. És az anyukák is itt ülnek, ők viszont mosolyogva látják, hogy boldog a gyerekük. Ez is fontos. Az első, amikor ezt kitaláltuk, arra gondoltunk, hogy a gyerekeket egy kicsit elvonjuk az anyukáktól, és akkor az anyuka nyugodtan haza tud telefonálni, hogy mi történik otthon, és ezt a telefonbeszélgetést nem feltétlen kell, hogy hallja a gyerek. De utána, amikor letették a telefont, mind idejöttek, és szeretnek itt lenni, és van, amikor csak kijönnek, úgyhogy nincs is számukra úgymond foglalkozás, de kijönnek, és leülnek, és azt mondják, hogy ez a nyugalom szigete itt a lovak körül. Nagyon szépen köszönöm, tehát hogy az ország összefogott, úgy Hajdúszoboszló is összefogott az ukrán menekültekért, és valóban mindenki azzal segít, amivel tud, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a segítség, amit mi most mutattunk, egyáltalán nem porszemnyi. Pálfi Andrea, köszönjük szépen!